szerintem benzinkutasnak is elég sokakat néztek engem biztos. Erdésznek, vadásznak. Megkértek már többször, hogy tankoljak már. Hát ugye mi nem zöldbe vagyunk, meg nem is kékbe, hanem egy kékes zöldbe, egy nagyon furcsa színben. Látszott, hogy valószínű nem természetvédőnek láttak bennünket, hanem vámosnak. Ez több kollégának okot adott arra, hogy kisebb üzletekbe próbavásárlás felkiáltással nyisson be. Ja, Bükki Nemzeti Park. Hú, úgy megijedtem, azt hittem, hogy a NAV. Zöld egyenruha, rangjelzés, szükség esetén kézifegyver, megkérdőjelezhetetlen szakmai tudás, hatalmas elhivatottság és erős érzelmi kötődés a természethez. A Természetvédelmi Őrszolgálat tagjai, vagyis a magyar rangerök őriznek 2 millió hektár védett területet. Veszélyeztetett fajokra figyelnek, oktatnak és formálják az emberek szemléletét. A hazai természetvédelem címer állatta nem véletlenül a nagy kócsag. Magyarországon a 19. század végén a madárvédelemmel kezdődött a természetvédelem. Ma már földön, vízen, levegőben mozogva végzik munkájukat a természetvédelmi őrök. Filmsorozatunk változatos, akcióban gazdag, kalandos hétköznapjaikat mutatja be. Akcióban a természet őrzői. Földön, vízen, levegőben a madarakért. 8 óra, 9-re mondta, hogy eláll, reméljük összejön. Most néztem az előrejelzéseket, egész májusra vagy szelet mondanak, vagy ilyen esős időt. Nehéz lesz összehozni, hogy idén, hogy jó repüléseket csináljunk. Én kifejezetten szeretek repülni. Tehát, nagyon, tehát amíg nem voltam őr, azelőtt is én gémtelepek felmérése, légifotózás, tűzesetek, károknak a fotózását, azt tényleg nem is tudom, milyen eszköz van, amin hőlégbanon nem repültem még. Na, az egyetlen, ami kimaradt, meg űrhajón. Csaba, a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi őre a rossz idő ellenére elindul. Bízik benne, hogy eláll az eső, és el tudja végezni az idei légi felmérést. Csaba őrkerülete a Kolontó, amire az jellemző, hogy itt közvetlenül találkozik a láb és a homokbucka. Hát nekem a szívem csücske, tehát szerintem a világ közepe, de gondolom minden őr így van a maga területétől, de egyébként tényleg nagyon jó értékek vannak benne. Nagyon változatos, tehát a lábtól a homok területekig van egy kicsi pici szikem is, ez mind benne van. A Dunatisza közén kevés olyan láb vagy mocsár maradt fent, mint a Kolontó. Természetes nádasában és bokorfüzesében található a Dunatisza közének legnagyobb gémtelepe. Megpróbálnánk sárkányra fülővel fölmérni és leszámolni a gémtelepet. Ez azért is fontos lenne, mert idén megpróbálnánk drónnal is repülni a területet, hogy fototérképet lehessen csinálni, és az ugye előre föl kellene mérni, hogy hol vannak a telepek. Ott lesz a reptér, most már látjuk. Ha minden igaz, akkor már a pilóták is kint vannak. Adj Isten, szép jó napot! Akkor repülünk egyet. Ismerd a területet, ahogy szoktunk, hogy elmegyünk így egyenesen a fasornak a végéig, a déli végéig, ott Izsák mellett, és akkor ott majd nyugatnak fordulva lesz valahol a gémtelep. És akkor körbejárjuk, és akkor egy-egy gémtelepről, ahogy szoktunk, csinálunk egy képet. Nagy a forgalom a repülőtéren. Meg kell várni, amíg a szarvasmarhák elhagyják a felszállópályát. Az időjárás is rendben, most már tényleg fel lehet szállni. A két személyes sárkányrepülővel gyakran végeznek természetvédelmi munkát. A magasból hatékonyan lehet adatokat gyűjteni. Én szeretem az adatokat, szeretem a térképeket, szeretek adatot gyűjteni, tehát mindig van nálam GPS, notebook, távső, teleszkóp, fényképezőgép. Csaba a kész felvételeken megszámolja a fészkelő párokat és fotótérképet készít. Ez a módszer jobb, mint a földi adatgyűjtés, mert kisebb a zavarás és pontosabbak az információk. 10 éve vagyok őr, de 25 éve vagyok a cégnél, és azóta én kolontavazok. Valójában nekem valószínűleg a kolona hobbim. Tehát ez a terület, ami nem is csinált más, nem is szeretek kimozdulni onnan ma már.
A sárkányrepülős felmérés után Csabának közelebb kell mennie a madarakhoz. Régen gyalog közlekedtek, de ez nagyon lassú volt a sűrű nádasban. Mára a speciális nádjáró használatával gyorsabb a munka. A zavarási idő így lerövidült. A nádjáróval alig 500 métert kell menni a gémtelepig. A telep közelében már csak gyalog lehet közlekedni. A fészkek megközelítése fáradtságos munka. A mai nap célja a szaporulat felmérése és a fiatal egyedek gyűrűzése. A gyűrűzést több természetvédelmi őr közösen végzi. És akkor ő fogja kapni a 9P0 kódú színes gyűrűt. A gyűrűk felrakását csak vizsgázott gyűrűző csinálhatja. A fiatal madarakra több gyűrű is kerül ilyenkor. A gyűrűzött madarak jól nyomon követhetők, így vonulásukról, kóborlásukról is képet kapunk. Oké, akkor őrsted, légy szíves vissza a madarat a fészekbe. Oké. Ez már szép nagy fióka, hogyha ki is mászik a fészekből, akkor vissza tud menni, és a szülőket etik, amíg ki nem repül a madár. Jó méretű ez a fióka. Így van. Nagy lehet gyűrű. Talán el is csípem. Szuper. Akkor a bal lábra a fémgyűrű. Igen, ő lesz a 9E1. Ezt a nevet kapja. Sikerült meggyűrűzni 4 nagy kócsagot és egy kis kócsagot. A gyűrűzés hasznos adatokat szolgáltat a következő években. Most már kifele kell mennünk, mert lassan lejár az időnk, az egy óránk, amit bent tölthetünk, jó? Miután az őrök elhagyták a telepet, a szülők is visszajönnek megetetni a fiókákat. Hihetetlen, hogy mennyit tudnak például a gyerekek Afrika állatairól, vagy Dél-Amerikáról, de ott kint a faluban semmit nem tudnak. Nem tanulják meg biológiából azt, hogy ott vagyunk, menjünk ki, és akkor ez a növény, ez az állat pedig könnyű lenne. A jövő az szerintem, hogy csapatban dolgozva, a helyi önkéntesekre számítva, lehet fölépíteni szerintem egy természetvédelmet a helyben. Hát ezen majd át kell valahogy vágnunk, és ott egy olyan 150 méterre meg tudjuk közelíteni a fészkelőhelyet. Jó, hát autóval idáig tudunk jönni. Gyerekkorom óta őr akarok lenni, csak nem tudtam, hogy ezt így hívják. Erdész akartam menni. Óvodás, illetve általános iskolás korom óta azt hittem, hogy ez az, de aztán kiderült, hogy ez a természetvédelmi őr, amit én erdésznek hittem. Innen 219 méter. Ádám terepi munkáját nagy mértékben segítik a korábban rögzített GPS adatok. A Zipoly völgy egyik mocsaránál vagyunk, ahol az énekes hattyúk fészkelnek. Ez a madárfaj azért különleges, mert 2005 óta fészkel itt ezen a területen, egyedül ez az egy pár van a Kárpát-medencében. Hát ennek a párnak a fészkelését 13. éve követem nyomon különböző eszközökkel, de most egy olyan alkalom lenne, amikor bemegyünk a fészekhez, és minimális zavarással gyorsan megnézzük a fészek állapotát, tojás számot és az egyéb körülményeket fészek környékén. Ez már egy viszonylag idős pár, de minden évben 6-7 tojást biztos, hogy rak. 2-3 fióka minden évben kirepül. Olala, valahol beázott. A hattyúfészekkel is volt olyan baj, hogy a disznó be tud menni és szétdíbolja ezeket a telepeket. Látható is itt a nádasban, hogy mindenfelé ilyen disznó folyosók vannak. Eszményi élőhelye a vaddisznónak ez a terület. Hivatalosan természetvédelmi őrként 10 éve dolgozom. Egy több mint 40 000 hektáros tömb tartozik hozzám. Teljes Börzsöny-hegység, Balassagyarmattól Szobig tartozik hozzánk az Ipoly, illetve Szobtól Gödig a Duna. Tehát összesen egy olyan 45 településen szaladgálok. A Dejtár község határában található nagy tó a madárban leggazdagabb vizes élőhely az Ipoly mentén. A mocsár számos fajnak nyújt fészkelőhelyet. Belső része 2 évtizeddel ezelőtt kiégett. Ennek köszönhetően itt nagy, nyílt vízfelület jött létre. Fióka van. Mi van most? Április 24. Ez hogy lehetséges? Nem értem a dolgot. De miért nincs ennek a szülőkkel? És most itt van több tojás? Vagy nincs itt már semmi? Nem értem. Ott a tojás?
Hány tojást az? Három? Ezt nem értem az egészet. Jó, hát egy gyors dokumentálás, és ezt emelünk is. Túl korán keltek ki a fiókák, de vajon ennek mi az oka? Azért fontos a dokumentálás, mert segít a későbbiekben megérteni a hasonló helyzeteket. Jó két héttel korábbi a fiókáknak a kelése, mint ami megszokott. Ez sajnos az elhalt. A Természettudományi Múzeum számára begyűjtjük ezeket az áttojásokat, mert teljesen fölösleges, hogy itt maradjon. Tehát abba bízunk, hogy előbb-utóbb ennek a 13 éve sikerrel költő párnak az utódai is valahol ebben a térségben fognak gyökeret verni. Ez a hivatásom, tehát nem tudom elválasztani, ez nem munka számomra, ez az életem. Ez sokak számára olyan szépnek tűnik, hogy a hobbim a munkám. Valójában sosincs megállás, tehát ez egy nagyon veszélyes dolog, nem lehet lekapcsolni, 24 órában dolgozik az ember, vagy felügyel valamit, vagy rajta van állandóan a szeme a területeken, a fajokon. Ádámot tovább izgatja a kialakult helyzet. Drónt azért használ, hogy minél kisebb zavarással tudja megfigyelni a fészkelő helyet a mocsárban. Ez az eszköz videó és fényképfelvételeket készít, és persze élőben is megmutatja a fészek környékét a szakembereknek. Az öreg hattyúk itt vannak, akkor meg kell, hogy találjuk őket. Úgy tűnik, Ádám a nyomára akadt az egyik szülőnek. Ilyet én még nem láttam. Van egy hattyúfészeknek tűnő valamink, van egy öreg madár, ami bújkál ennek a furcsa fészekszerűségnek a közelébe. Nem is telik bele túl sok idő, és a drón kamerája megtalálja az egész családot a mocsár egy eldugott részén. Ádám végre megnyugodhat. Látszik, hogy idén is sikeres volt a költés. Három fiúka sikeresen kikelt. Ez egy északi madár, a finneknek a nemzeti madara. Jelentős állománynövekedés volt az északi tájakon, és onnan sugárzott le Európa szerte. 2005-ben volt az Ipoly völgyben az első magyar fészkelés. Azóta folyamatosan költ egy pár, és az idei évben szintén egy nagyon aranyos kis sikersztori, hogy egy másik pár, tehát a leszármazottakból egy másik pár is megtelepedett. Tehát most már két pár van hivatalosan, mondhatjuk, hogy két pár énekes hattyunk van Magyarországon. A kikelés helyétől pár kilométerre sikerült megtalálni egy korábban meggyűrűzött fiatal egyedet. A nyakgyűrűnek köszönhetően jól beazonosítható az új fészekrakó. A kitartó természetvédelmi munkának köszönhetően egyre többet tudunk az Ipoly-menti fészkelésekről. Az őrszolgálati munkában az egyik legfontosabb dolog a megfigyelés és az adatgyűjtés. Minél szélesebb körű ez, annál többet tudunk meg egy faj viselkedéséről, táplálkozási és fészkelési szokásairól. A Bükki Nemzeti Parkban épp egy új megfigyelési módszerrel próbálkoznak. Egy téli napon édesapámmal voltunk kint szánkózni, és találtunk egy elpusztult hollót. És akkor megkérdeztem tőle, hogy ez miért van. És azt mondta, hogy az emberek gonoszak, és nem figyelnek oda a természetre, és ezért pusztítják a természetet. És akkor valahogy így bennem, ez ilyen 4-5 éves lehettem, ez így megmaradt, hogy én viszont szeretnék értük tenni, és szeretnék a természetért dolgozni, és megóvni. Ott a fa, aha. Ide is betehetjük így. Ez a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet, és szalakó taudu kamerát fogunk kihelyezni. Megnézzük és bemutatjuk a szalakótáknak a életét, élettevékenységét, kicsit belesünk az oduba, és gyakorlatilag végig fogjuk tudni kísérni egy szalakóta fészekajnak a reméljük sikeres kirepülését. Jöhet a napelem? Szigetüzemű odukamera rendszer lesz, tehát ez kint a pusztában van. Itt nincsen se áramforrás, semmi más, úgyhogy emiatt most egy ilyen másfél négyzetméteres nap elemet kell kitennünk, hogy ez fogja majd szolgáltatni a kamerákhoz az áramot. A sikeres adattovábbításhoz mobil internetes rendszert kell használni. Ennek segítségével az interneten bárki betekinthet a fészkelés folyamatába. Szerintem legideálisabb itt lenne, nem a... Hova mondod? A könyökbe, ami úgy megy fel. Uh-huh. Nem ott, hanem fent ebbe az a... Melyikre gondolsz? Arra, aha. Oda, ahova mutatsz, igen. Aha. Lesz egy külső kamera, most ennek nézzük a helyét.
és lesz egy belső, amivel gyakorlatilag folyamatosan lehet kísérni a zoduban lévő madaraknak az életét. Fiókákat egészen a kirepülésig nyomon tudjuk követni, a külsővel meg az odon kívüli mozgásokat tudjuk látni és kísérni. Azért is izgalmas egyébként, ugye sok fajt kameráztak már be, a legtöbb azok nyitott fészekben költő fajok, azok viszonylag egyszerűek, ott egy kamerával meg lehet oldani. Itt viszont a odu belsejére is kíváncsiak vagyunk meg, hogy az odon kívül mi zajlik. Folyamatos online közvetítés, és a kamerák most már elég spécik, minimális éjszakai fénynél is elég jó képet adnak, illetve van infra is. Jó, most jó. Pont középen van az odu. Az élőadás indítása nem csak a lelkes nézők számára jó megoldás. A kutatók épp az ő segítségükkel és a felvételek elemzésével juthatnak értékes információkhoz. A kamera telepítés persze csak egy része a szalakúta védelemnek. A szalakúta visszatelepítési programnak nagy múltja van. 25 éve kezdte el a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Büki helyi csoportja. Napjainkra a Borsodi Mezőség szalakúta állománya elérte a 150 fészkelő párt. Ennek több mint 90%-a mesterséges oduban költ. Hiszen ma már nincsenek meg azok az öreg odvasfák, amik eredetileg természetes fészkelőhelyet adtak ennek a fajnak. A program a fák pótlásával is próbálkozik. Olyan fafajokat telepítenek, amelyek gyorsan nőnek és hamar odvasodnak. A Szalakúta Life program keretében több mint 10 000 fát ültetnek ki, és pár évtized múlva ezek az odvasodó fajok kiváltják a mesterséges költőhelyeket. Addig is nyomon követhető az interneten egy szalakúta család életének minden eseménye a tavaszi fészkelési időszakban. Egy természetvédelműnek nagyon sok mindenhez kéne érteni. Informatikai eszközökbe otthon legyen, térinformatikához értsen, a felméréseket fel tudja dolgozni. Értsen nyilván az élővilág alapfajaihoz, tehát mondjuk a növényfajok, a különböző társulások. Nehéz azért ez a dolog, és folyamatos tanulást, életen át tartó tanulást igényel. Ide, ahová most tartunk befele, ez önmagában több mint 820 hektáros medence. Ez a darvaknak az egyik éjszakázó helye, és itt leszámoljuk a ma este behúzó darvakat. János a csípős, borongós októberi idő ellenére elfoglalja jól megszokott megfigyelőhelyét. Minden héten csütörtöki nap van daru szinkron számlálás. Gyakorlatilag augusztus végétől már elkezdünk számolni, amikor megjönnek a madarak, és ugye ez teljesen addig tart, amíg nem jönnek a keményebb fagyok, amikor gyakorlatilag szinte az utolsó madár is elmegy a területről. Közben most úgy néz ki, hogy beindultak a madarak, több irányból is jön csapat, úgyhogy... Ugye amikor ezek a kiugró maximális példányszámok vannak, ezek általában mindig jó idő itt nálunk, és akkor éjszakról jön egy éjszakon egy hirtelen lehűlés, és akkor onnan letolja a madarakat, a madarak viszont még ugye innen meg nem mennek tovább, mint teljesen jó a hőmérséklet, és akkor úgymond összetorlódnak. És akkor ebből fakad az, hogy vannak ezek a évek közötti nagy különbségek. Ugye amíg néhány tucat madárról van szó, addig gyakorlatilag számszerűsítve meg tudjuk számolni. Amikor már ettől jóval több madár van, akkor pedig becsléssel. Tehát egy 50-es csapatot megszámolunk, és akkor gyakorlatilag, hogy hányszor akkor a nagy csapat. Mindenki rácsodálkozik, amikor különböző hírforrásokból azt a hírt hallja, hogy több mint 100 000 madár van a Hortobágy térségében, és ugye amikor bárhol találkozunk egy emberre, akár legyen az egy mezőgazdaságban dolgozó traktoros, vagy egy turista, vagy bárki, rögtön az az első kérdése, hogy hát és hogy tudjátok ezeket a madarakat megszámolni. Amikor intenzíven beindul a behúzás, akkor gyakorlatilag ezzel a kis madárszámlálóval tudunk kényelmesen számolni. Nem kell azon agyalni, hogy ugye
fejbe összeadni a számokat, hanem a végén csak azt kell megnézni, hogy ugye mit mutat a számláló, és akkor még két nullát hozzá teszünk, és akkor ugye megkapjuk a pontos számot. Ennek akkor van nagy jelentősége, amikor hirtelen nagy mennyiségbe, ilyen sok százas mennyiség jön be. Akkor már a tónak a nádasa fölött átjött, és bent van a tómeder fölött, akkor számoljuk meg őket, mert ugye onnantól kezdve ők már nem mennek ki. A Kondás tavon nem ritka, hogy egyszerre akár 50 ezer daru is összegyűlik. A tapasztalt öreg madarak szállnak le először. Hangos krúgatással jeleznek levegőben keringő társaiknak. Alkalmas a hely az éjszakázásra. A szinkron számlálásnak köszönhetően a természetvédelem pontos információval rendelkezik a darvak épp aktuális számáról. Ez legalább annyira fontos a faj védelme szempontjából, mint az elektromos vezetékek okozta sérülések ügye, ami most a Kiskunsági Nemzeti Parkban ad feladatot az őröknek. Már idefele jövett, láttam egy sérült vagy már elpusztult darut az útról. Reméljük, hogy túl sokat nem fogunk találni. A táplálkozó terület és az éjszakázó terület közötti vonulás az pont az én őrkerületemben húzódik, és sajnos ugye egy magas feszültségű légvezeték húzódik ezen a területen. Ha nagyon sűrű köd ereszkedik a területre, akkor nem látják jól a darvak a légvezetékeket. Ilyenkor gyakori a légvezetékekkel való ütközés, ami legtöbbször a madarak halálát okozza. József rövid autózás után észre is vesz az út melletti szántóföldön egy elpusztult példányt. Hát ez már látszik, hogy ez megmerevedett. A természetvédelmi munkához ez is hozzátartozik. Rossz látni a tömeges pusztulást. Egyelőre még nincs adat arról, mennyi madár esett a légvezetékek áldozatául. A munkában az őröket valaki más is segíti. Na, tehát ezen a helyszínen most szétválik a csapat. Abban az irányba elküldtük a kutyás felderítő egységet, mert ez egy kicsit fedettebb, zsombékos terület, így nehezebben átlátható a szem számára, de a kutya talán a szag alapján jobban felderíti a terepet, és mi majd egy másik irányba fogunk elindulni. Ha szerencsénk van, nem találunk semmit, de ha mégis van, akkor azt észre fogunk venni. A kutya szimatot fogott. Ez sajnos egy újabb elpusztult példány. A másik irányból is több madár teteme került elő. József rögzíti a tetemek helyének GPS koordinátáit. Találtunk már régebben úgy egyben darut, hogy a nyaka sérült, tehát valószínűleg nyakával ütközik a drótnak. A rendkívül rossz daru helyzetet nem csak a köd miatt kialakult kis látótávolság, hanem az aszályos időszak is fokozta. Az éjszakázást biztosító szikes tavak, a Kardoskúti Fehértó, ami a Körösmaros Nemzeti Parkban található, valamint a Kiskunsági Nemzeti Parkban lévő pusztaszerű büdösszék teljesen szárazak. Ezért az összes daru a szegedi Fehértóra húz be éjszakára. GPS-szel a pontokat azért vesszük föl, későbbi adatfeldolgozás során pontosan tudjuk a helyszíneit az elhullásoknak, és így meg tudjuk nézni, hogy melyek azok a légvezeték szakaszok, amelyek a leginkább veszélyesek a éjszakázó daruvonulási útvonalok mentén. A még életben lévő sérült állatokat a kocsi utasterébe teszik. József egy bejelentés helyszínére is kimegy. Ön telefonált a daru ügyben, ugye? Jó. Akkor jó helyen járunk. Igen. Itt az utcán volt kint? Itt az utcán, itt az árokba, oda esett bele. Uh-huh. Hát félénk egy országig. A garázsba bevitt sérült, törött lábú madarat József gondosan megfogja, igen, és egy dobozba teszi. Ez megvédi a szállítás során. Hát köszönjük szépen, hogy bejelentette. Is, köszönöm szépen. A vadasparkba fog kerülni. A sérült állatokat a szegedi vadasparkban helyezik el. Ott élnek, amíg felépülnek a sérülésekből. Sajnos a darvak nehezen viselik a fogságban tartást. Ennek ellenére sikerült 12 példányt megmenteni, és gyógyulásuk függvényében a következő hetekben már szabadon is engedik őket. Mint minden hasonló hivatásnak, a természetvédelmi őr munkájának is megvannak a napfényes és az árnyasabb oldalai. Kétségtelenül az a legszebb és leghálásabb része, ha sikerül egy védett faj akár egyetlen egyedét is megmenteni.